elkészülni. Immár 23. alkalommal rendezték meg Kistarcsán a Nyuszi Kupa elnevezésű amatőr úszóbajnokságot, melyen a térség óvodásai és kisiskolásai mérettették meg magukat. Az esemény a Kistarcsai Városi Úszodában került megrendezésre március 28-án szombaton. A verseny szervezője, idén is az úszoda vezetője Valkai Ferencné volt. Az előkészületek azok elkezdődnek úgy durván egy hónappal előtte, amikor a versenykiírás szétküldöm a környező iskoláknak, sportegyesületeknek, esetleg a magánszemélyeknek, akiknek már megvan az e-mail címe. Elkezdődik a plakátkészítés, kitesszük a plakátokat, és visszajáró egyesületek, iskolák vannak, akik részt vesznek ilyenkor a versenyen. Elég szép számmal, most is 200, bőven 200 fölötti induló létszámmal rendeztük meg a versenyt. A legkisebbek, azt hiszem most 4 éves volt a legkisebb versenyző, és a legidősebbek ők pedig a 2004-es születésűek, tehát a 11 évesek. Igazából éppen azért, mert amatőr verseny, és főként az iskolai úszás oktatásból kikerült gyerekeknek szól, mert őnekik nagyjából ez a lehetőségük van versenyezni. Tehát ide nem kell szakági igazolás, csak az iskolai nevezés. Ezért nem vesszük nagyon szigorúan a szabályokat. Tehát ha valaki egy kézzel nyúl be mellúszásnál, azért nincs kizárva, vagy vannak nagyon picikék, akik még elfáradnak, megkapaszkodnak a kötélbe, akkor attól még az értékelve lesz. A hagyománnyá vált rendezvényen Tóvári Dóra egykori versenyző is részt vett, mint edző. Nagyon, nagyon jó emlékeim vannak a Nyuszi Kupáról, ez mindig egy olyan volt, mint egy szülinapi buli. Itt voltunk egy kupacba mindenki 10-15-en, itt a lelátók alatt bandáztunk állandóan, szurkoltunk egymásnak, nagyon jó hangulatú verseny volt. Nagyon sokat készültünk rá, mert ugye hazai pályán indulunk, nagyon jól éreztük magunkat mindig. Az első Nyuszi Kupán 6. lettem, arra emlékszem, mellúszásban, és utána a következő Mikulás és Nyuszi Kupákon pedig végig ott voltam a döntőben, akkor még ez a döntős rendszer volt, és hát nem egyszer voltam a versenynek a legeredményesebb versenyzője. Régen, amikor még emlékszem rá, még csak a versenyzőimmel indultunk, akkor előfutam és döntős rendszer volt, de kicsit megbonyolította ez, meg hát igazából ez nem egy olyan magas színvonalú verseny, hogy én véleményem szerint erre szükség legyen. Úgyhogy itt most időfutamok alapján a legjobb eredményt elérő versenyzők, tehát az időeredmény szerint soroljuk be a versenyzőket. Azon kívül az idei évben újítottunk annyit, hogy a legidősebbek, akik már ugye általában jó pár éve úsznak, azoknak a 25 méteres távot 50-re változtattuk, így egy kicsit jobban ki tudnak bontakozni, és a pillangóúszás helyett a vegyesúszás, ami egy érdekes színfolt, az egyéni vegyesúszás, azt tettük be a versenybe. Fecskovics Attila élsportoló karrierje is a Kistarcsi úszodából indult. Gyakorlatilag rólam annyit kell tudni, hogy én itt kezdtem 23 évvel ezelőtt, ugye ez most a 23. Nyuszi Kupa, amikor még ilyen 5-6 éves voltam, és többszörös magyar bajnok voltam triatlonban, meg olimpiai ákeret tag, és sajnos a londoni olimpiai szereplés nem jött össze, de ez egy nagyon jó kiinduló alapít akár a gyerekeknek a jövőben, vagy akár beutazhatják az egész világot, és szép eredményeket érhetik el. A számos úszásnemben voltak dobogós helyezéseink, igazából még az elején vagyunk ezzel a csapattal, ez a harmadik, negyedik versenyünk, de már ez is szép eredmény, hogy páran már nyertek érmet a versenyen. Szalkai Orsolya, volt világbajnok vízilabdázó is megjelent az eseményen. Miért tartja fontosnak egy példakép jelenlétét? Valószínű, hogy fontos, hogy a gyerekek valakire esetleg fölnézzenek, most ez akár lehetek én, de a legutóbbi versenyen itt volt Kis Gergő, olimpiai bajnok vízilabdázó, és ez egyetemen látszódott, hogy a gyerekek ezt élvezik. Most próbálok én is egy kicsit itt biztatni őket és hajtani őket. Az én fiam, aki most 9 éves, 3 éves kora óta úszik, alig 3, és 5 éves kora óta judozik, most egyelőre a két sportágat, vízilabda, judót csinálja együtt, de nagyon keményen, és én ezt nagyon fontosnak tartom, mert belefér az idejükbe, és ezt
tudják csinálni a tanulás mellett, mert ezek mellett még kitűnő tanulók. Hát ezeken a versenyeken szerencsére mindig érmesek vagyunk, most is reménykedem, hogy aranyérmet fogunk elérni. Ő egy kicsit előnyben van tényleg ezzel, hogy versenyszerűen vízilabdázik, és elég komoly szinten. Az iskolán keresztül belecsöppentünk a Borcsival is az úszás rejtelmeibe, és most ősszel elkezdte, és ma ez az első versenyünk, úgyhogy nagy izgalommal jöttünk. És meglepetten láttuk, hogy ez már 23 éve zajlik ez az esemény, de izgatottan vártuk. Hát ez volt az első versenyem, de nagyon izgultam, de nagyon tetszett. Mióta úszol? 3 és 4 éve. Milyen eredményeket értél el az úszásban? 2 arany, 1 ezüst és 1 bronz. Hol voltak ezek a versenyek? Itt a Nyuszi kupán? Nem itt a Nyuszi kupán, hanem a hajós iskolába Gödöllőn. Milyen eredményt értél el az úszásba eddig? Hát voltam már sokszor első, meg dobogós, második, harmadik. Neked milyen eredményeid vannak? Hát sokszor voltam itt a Mikulás kupán, meg a Nyuszi kupán, sokszor voltam első. Hanyadszorra veszel részt a Nyuszi kupán? Negyedjére. Neked milyen eredményeid vannak? Hát volt sok eredmény. Volt aranyérmes, ezüstérmes és bronz. Negyedik is voltam. Neked milyen eredményeid vannak? Hát, mindenféle. Mindenféle? Nagykorotokban szeretnétek úszók lenni? Én szeretnék profi úszó lenni. Én szeretnék úszó is lenni, meg triatlonista is. Én is szeretnék úszó és triatlonos lenni. Én is szeretnék. Sokat készültél? Igen. Hogyan készültél? Hát az edzéseken próbáltuk a fordulást is, hogy kell beugrani. Te hogyan készültél? Sokat készültél? Igen, sokat jártam edzésre. Miket csináltok egy edzésen? Hát bemelegítünk, aztán úszunk ilyen nehéz feladatokat, aztán levezetünk. 3 korosztályban versenyeztek, minden dobogós helyezett érmet kap, minden gyermek kap egy ajándékpólót, és minden gyerek kap egy nyuszi csomagot ilyenkor. Ezen kívül a Decathlon támogatásával minden első helyezett kap egy decathlonos ajándékcsomagot. Úgyhogy elég gazdag szokott ilyenkor a Mikulás vagy a Nyuszi lenni. Az első korosztályban Szilárdi László intézményvezetőnk adta át az érmeket. A második korosztályban Nagy Norbert a Decathlon csömöri áruházigazgatója, és a harmadik korosztályban pedig a polgármester úr Solymos Sándor fogja átadni az érmeket. A versenyt követően számos érmet osztottak ki a versenyzők között. A legjobbakat serleggel, valamint a rendezvény támogatójának ajándékcsomagjaival és tortával jutalmazták.